Na sziasztok srácok, tegnap ugye kiírtam Facebookra, hogy működik a PS4-el és a régi álverem. Ez mondjuk elég egyértelmű, csak nekem nem volt az, és igazából nem is akartam sose gameplayezni, de most valamiért úgy éreztem, hogy most csinálok kell pár ilyen gameplay videót, és nézegettem a játék listáimat, hogy mi van meg PS-re, és a Crash Bandicoot volt az, amit úgy gondoltam, hogy ezt nagyon szívesen kipróbálnám és megosztanám veletek ezeket az élményeket, amiket ez a játék nekem szerzett, ugyanis ez egy jó régi játék, de várjatok, mielőtt nekikezdünk, el kell döntsem, hogy melyikkel fogok játszani. Egyébként én a hárommal akartam. Úgyhogy ezzel fogunk. Crash Bandicoot Wart! Így kell mondani a címét. Igen, Override Save. És akkor ameddig van a cutscene, addig valamit elmesélek erről, aki esetleg véletlenül nincs benne annyiben ezekben a game dolgokban. Szóval eredetileg ezt a játékot a Naughty Dog stúdió tervezte, még PS1-re, az ugye nem ma volt. 94-ben jött ki a PS, Európában 98-ba talán, és ekkor kezdték el csinálni először az 1, 2 és 3-at. Ugye ez egy trilógia, amit láthattátok ott a menüben is. És majdnem azt mondtam, hogy idén, de tavaly évvégén jött ki ennek a remaster verziója, és én azt mondom, hogy egy játékot így kell remasterelni, hogyha aki esetleg nem ismeri, hogy nézett ki PS1-esen, az írja be és hasonlítja össze, tehát teljesen ezt a játékot a nulláról újra építették, olyan szinten, hogy a Naughty Dog kb. Csak a pálya terveket tudta nekik, nem tudom melyik stúdió csinálta. Ja igen, developed by Vicarious Vision, így mondja a csávó a bejátszásnál, szóval a Vicarious Vision, tudja, tököm nem ismerem őket, ők újították fel ezt a játékot, vagyis hát csinálták meg újra a lényegében, és itt a végeredmény. Aki esetleg ismeri régről, az látja, hogy egyébként ez egy teljesen felújított és kurva jól remasterelt játékról van szó. Nem alakítottak át, úgy hiszem, hogy rajta nagyon semmit, valamennyit játszottam már, de kijátszani még egy részre játszottam, mindig csak neki kezdegettem. És annyit tudok, hogy ugye átalakítani a játék mechanikáját nem alakították át. Viszont technikai okokból, én ezt most nem nagyon tudom olyan jól átadni, hülyeséget meg nem akarok mondani, szóval így az objektumok, ahogy egymáshoz viszonyulnak, mondjuk a kicsi Bandicoot és a világban lévő objektumok, azok kicsikét, hogy lett ez lemagyarázva? Nehezebb lett a játék, ugyanis elég könnyen megcsúszik a, majdnem azt mondtam, hogy róka, de most valamilyen erszényes borz, ez talán a Bandicoot, nem tudom. És hamarabb leesel a szakadék széléről, hamarabb neked megy mondjuk, hogy ellenfél, ha nem időbe pörgetett ki, mert valahogy a tárgyakhoz, ahogy egymáshoz viszonyulnak, az sokkal neccesebb, mint hopp, itt a főkenya, miatta tudunk az időben utazni, hogyha jól tudom. Nem tudom, annyira sose figyeltem a sztorit, meg még sosem néztem végig, mert én kiskoromban nem tudtam annyira angolul, most meg le van némítva a hang, úgyhogy nem tudom, hogy miről szól. Össze-vissza beszéltem. Szóval, ja, igazából ez csak annyi volt, hogy ez egy teszt videó lesz lényegében. Kicsikét visszaszokok én is a videózáshoz, aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Nem ígérek semmit. De úgy próbálok ezzel játszani, amit szintén nem tudom úgy nagyon megígérni, ezért is most csinálok inkább 2-3 pályát. Úgy csinálom meg, hogy megpróbálom az összes gyémántot megszerezni. És most elég szemét vagyok és elég nagy videósba, akit követtem el, ugyanis nem tekertem el a cutscene-t, de azért pofázok folyamatosan alatta, tehát senki se tudja, hogy miről van szó, mert egyszerre beszél az sztori is, és én is nagyon ügyes vagyok, Razer, így tovább. Úgyhogy befogom a pofám, és most már csak tényleg kommentálom az aktuális eseményeket. Ami viszont furcsa még, hogy mennyit loadingol, szinte ugyanannyit, loadingol, szinte ugyanannyit, mint PS1-en, és ez azért, szóval ennyire nem alakították át a játékot, tehát telibe volt szarva az egész. Viszont itt mindig lehet menni Kokóval, azt hiszem. Nem vagyok ennek biztos. Ja. És akkor lehet menni a csajjal, de én nem akarok a csajjal menni. Bocsi. Az igen. Tekerd már, ha pörgök lejön. Ho-ho. De király, de vagány vagyok. Sorba fogunk játszani, oké? Okay, mondom, ebben a videóban nagyjából 3 pályát fogok megcsinálni, max. És úgy próbálom megcsinálni, hogy az összes izé meglegyen. Most csss. Why must you always mock my mud?
Á, kicsit tudja már a csávó. Na, takarodjál. Szóval minden ládát megpróbálok megszerezni. Ezzel megszerezve a szürke gyémántot. Mert hogy miért ne? Melyik gombbal is kell? Várjátok? Jó. Nem játsszuk el. Nagyon sokat toltam én ezt a játékot. Ez az egyetlen játék. Hát, na jó, nem, de az egyik olyan játék, amit még édesapámat is lekötöttem, amikor én kicsi voltam, és nagyon sokat nyomtuk ezt PS1-jel. Vicces az volt, hogy ugye a PlayStation 4-nek még ilyen külső memória kártyája volt, ami nem volt alaptartozék még az eredeti PlayStation-höz, ami hát elég pofátlanság volt akkoriban a Sony részéről, és nem tudtad lementeni a játékodat, és hogyha ezért, mit tudom én, egy ilyen játékot egybe kijátszani, mondjuk egy olyan 5 óra, és tudod, nem kapcsolhattad ki, ha dolgod volt, el kellett menni valahova, akkor az kb. Buktad. Jaj, elbasztam. Oké. És emlékszem rá, amikor abba menni kell valahova, ne menjünk már, még egy 5 pálya van az egészből. Hagyjuk akkor bekapcsolva a PS-t, és tényleg így működött. De aztán volt benne valami mechanika, hogy azt hiszem kikapcsolódott magától egy idő után, szóval valami ilyesmi volt, már nem emlékszek rá. De örülünk, hogy ebben most egy terás HDD van, így hogy tud menteni. Menjünk már. Egyébként azért a hárommal kezdtem, mert mindig mikor nekiesek ennek az új játéknak, mindig az első részével kezdem, és az a legnehezebb egyébként szerintem. Meg ott is próbáltam úgy játszani, hogy mindent megszerzek. Nem tudom, hogy a háromba hogy van, még nem jártam utána, de ahhoz, hogy megkapd az ilyen színes gyémántokat, nem szabad meghalljál egyszer se például, vannak ilyenek. És én nem hiszem, hogy az első részénél egy ilyen egy órát baszakodtam egy-egy ilyen pályánál. Úgyhogy attól most egy kicsit herótom lett, ezért játszok inkább a hárommal. Menjünk már Crash. Akkor 6 élet eddig. Ezek az első pályák még igazából eléggé könnyűek, a második már nem. Az a vizes az egy genyó. Egyébként kommentben én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy ti játszottatok ezzel, vagy nem tudom, milyen korosztály vagytok, vagy hogy ti nektek már csak ez az új Crash van meg, és a régi nem, vagy aki PS-ezik az egyáltalán tudta az, hogy mekkora nagy exkluzívnak számított annó. Hát emlékszem, ez volt az a játék, az eredeti, nem a mostani felújított verzióra gondolok, amivel a Sony fikázta a Nintendo-t, hogy nem tudom, ezzel küldt el Mario-t az anyjába, vagy nem vagyok már benne biztos, hogy melyik Nintendo játékra reflektált, de az volt a lényeg, hogy ez volt az első olyan játék, ami tényleges 3D-s grafikával rendelkezett, ami akkoriban, amikor a PlayStation 1 megjelent, az igen nagy szónak számított. Öpp. Ó, várjátok, most nem pofázom, mert ezt el fogom baszni. És elbasztam. Nem baj, azért nem. És kiállt a Nintendo, volt egy ilyen reklám, amit láttam, kiállt ez a Crash a Nintendo gyár elé, vagy a cég elé, és akkor mondta, hogy na mi van, öcsém, igazi 3D, meg mit tudom én már tudok, ilyet is bennem van ilyen 3D-s processzor, ugye, mert a PlayStation 1 volt az első olyan konzol, hogyha jól tudom, bocsánat, hogyha nem, ha jól tudom, ami tényleges 3D-s grafikát tudott. Azt hiszem, hogy nem akarok hülyeséget mondani, hogy akkoriban 32 megabájtos videókártya volt benne, ami 83-ban azért, 83, bocsi, 94-ben azért, ha belegondoltok, akkor eredetileg megjelent. Mondjuk nem tudom, hogy csak a FAT PS-ben volt ugyanannyi memória. Lehet, hogy csak az újban volt már, a Slimben volt 32 MB RAM. Vagy grafikus memória, fogalmam sincs. De a lényeg az, hogy akkoriban nagyon erős gépezetnek számított, és az, hogy így tudott forogni 3D-sen a csávokám, az akkoriban nagyon-nagyon nagy dolognak számított. De ma már mindenki szarik rá. Lehet, hogy még egy pályát megyek, és aztán le is fogom tudni most így az első videót, és akkor meglátom egyáltalán, milyen visszhang lesz rá, meg mennyire érdekel titeket ez a játék, mennyire vagytok ebben partnerek, mert ez már nem egy mai játék, úgyhogy lehet, hogy a mai gamereket annyira nem hatja meg. Ez inkább ilyen nosztalgikus érzést kelt az ilyen idősebb csávokban, mint én. Jelzem, 23 vagyok, szóval. Vanquion! Na! Megpróbálom itt is minden
ezért megszerezni, de ez múltkor nem sikerült elsőre, mert csináltam már ezzel próba felvételt, és akkor kihagytam valami ládát, nem tudom. Most olyat is akarok, hogy ne halljak meg. Most az előző pályán sikerült, de hát ez még egy nagyon easy pálya volt. Meg nem akarok kapkodni sem, félek, hogy kihagyok valamit. Most megint van egy olyan érzésem. De nem. Jó. Oké. Jó. Ah, easy. Nem izgultam amúgy. Jó. Na, szerintem ezt hagytam ki a múltkor, mert ezeket alig voltam észre most is. Eltűnt a srác. Nyitóban van. És a 9. élet röppen is. Mindig még nem vesztettem. De majd fogok. Tehát emiatt nem kell izgulni, srácok, majd fogok. Ez egy olyan játék, gondoskodik arról, hogy az ember idegrendszere széjjel legyen cseszve. Hát semmi gond nincs ezzel. Egy kicsit félinken játszok, mint lehet látni. Azt se tudom, mi van előttem, de én már szétlövök mindent. Tehát nem bízok semmit a véletlenre. Látod, ellenfél sincs a pálya, mert mire odaérnék, már meghalt. De jobb félni, mint megijedni, ennyire egyszerű. Hogy állok láda ügyileg? 50 és 92 kell. Nem biztos, hogy így kéne álljak. De én már csak, ez már lehet, hogy csak paranoia egyébként, tehát... Most miért nem? Menjünk már fel, csávó. Nem tudod széttörni, csak úgy random. Nem. Csak lövésről. Jó. Hát lehet meg lesz ez a láda egyébként, 56, hát... Nem akarok itt rögtön az első videómba beégni. Előadom itt a nagy izét, old school player-t, így elmondom az egész történelmét a játéknak, és akkor rohadt ládákat nem találom meg, azért egy kicsit cikélem, nem? És lehet, hogy ez lesz a vége. Jó. Hopp, hát hozzá érjünk hozzá, mert... Még nem tudom, lehet, hogy ahhoz az oldalához hozzá lehet érni. Igen, hozzá lehet. Úgyis van még ilyen kis védőangyalkám. Menj már le! Hello, srácok, én csak itt túszkálok. De jó, hogy te ott vagy. Ó, hogy rohadjál meg. Jó. Lehet meg lesz ez a láda. Ó, meg lesz, hát itt. És tök jó, ha nem lesz meg, akkor tudja, hogy mikor visszanézem a videót. Íh, bázd meg! Tudom már melyik. Még 10 láda kell. Ahogy izgulok, hogy rá vagyok, kaptam ezekre a kurva ládákra. Kussoljál már. Jó. Még 4 láda. Ez szerintem meg is lesz. És egyen múlna. Abba gondoljál bele. Egyen múlna. És nem. Ennyi. Oh yeah. Na hát figyeljetek, szerintem egy első videónak bőven elég lesz ennyi belőlem. Vissza kell szokjak. Megnézzük a visszacsatolásokat, a visszajelzéseket, a visszaigazolásokat, és a többi, és a többi. Aztán meg majd kiderül, hogy milyen jövője lesz ennek a kis Bandicootnak. Azért megvárjuk ezt a kis... És elégedetlen a srác, elégedetlen még mindig. Vagy ez a boldogság jelen? Nem tudom. Hát szerintem ez a vidámság jelen, nem tudom, mert mögött az a kulcs. Én ezekkel nem szoktam szarakodni. Ott van látható egy olyan kulcs, ami ott forog a tigris feje mellett, bal oldalt. Na, azzal én nem szorakozok, mert ugye az az időmérő, és akkor minden pályán kétszer kéne menni, és akkor lenne 100%-osan kiakasztva igazából a játék, de azzal soha büdös életben nem foglalkoztam. Igazából most így felnőttebb fejjel kezdtem el azzal is foglalkozni, hogy megszerezzem a gyémántokat. Igazából kiskoromban örültem, hogyha végigmentem rajta, és kurva nagy királynak éreztem magam. Most már nekem ez nem elég, hát felnőtt ember vagyok, komolyabb célokat kell kitűzek az életembe, most már a szürke gyémántot is meg akarom szerezni. Úgyhogy... Ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet, ha figyeltél, ha meg nem, akkor nem mondok inkább semmit. Sziasztok!